Igaz a mondás, sok jó ember kis helyen is elfér, hisz több mint 200-an gyűltek össze vasárnap délután a Tókerti plébánián. Pontosan egy évvel ezelőtt szerveztek először családi délutánt itt, és ez aztán hagyománnyá vált. Szerintem egyszerűen a gyerekes szülőknek tetszett, tehát a gyerekeknek tetszett, amit csinálhattak, és valószínűleg a plébánia közösségének, illetve a vendégeinknek, hiszen nem okvetlenül csak innen a Tókertből jöttek, tetszett az a lehetőség, hogy egy kicsit beszélgessenek egymással kötetlenül. A gitáros szentmise után kezdődtek a kézműves foglalkozások több helyszínen, mint korábban, de ez is kevésnek bizonyult. Asztaldíszek, képeslapok, szélcsengő, csuhé angyalka, valamint számos egyéb karácsonyi dekorációt készítettek a gyerekek. A tea délutánra, mint minden évben, most is 120 jegy fogyott el. Ennyien férnek el ilyenkor az aulában. A szépen megterített asztaloknál, finom tea és sütemény mellett szülők, gyerekek, pedagógusok beszélgettek, a diák önkormányzat tagjai és segítői pedig a konyhában és az asztalok közt szorgoskodtak. Az iskolai diák önkormányzat szervezi, ez egy olyan hagyomány már nagyon régóta, hogy a 8. osztályosok az iskolának, a szüleiknek, a társaiknak kedveskednek egy meghittebb karácsonyi műsorral. A 8. osztályosok műsorában a zenés és a prózai részek váltották egymást. A végzősök énekeltek a térről, az ünnepről, és hol tréfás, hol megható, hol elgondolkodtató idézetek hangzottak el. Az ünnepségen a generál kivitelező cég vezetője jelképesen átadta az épület kulcsát a fürdő vezérigazgatójának, majd dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő üdvözölte a beruházást, felidézve a projekt előéletének nehézségeit. A nemzeti színűszalag átvágása után Kovács Antal vezérigazgató összegezte a januárban megkezdett beruházás során elvégzett munkálatokat, és dr. Áldozó Tamás mondott köszöntő beszédet, összefoglalva a város turisztikai fejlesztéseit, a fürdőfejlesztés jelentőségét és a gyógyászat megépülésének várt hatásait. A köszöntők után a vendégek megtekintették az új épületet, majd a város és a létesítmény vezetője leleplezte a Várkertfürdő idei fejlesztésének emléket állító táblát.